Szabó Lilla lételeme a mozgás. 4 hónaposan egy ortopédiai vizsgálat során az orvosok megjósolták. Egy nap még cirkuszi artista lesz ebből a gyerekből. Így is történt. 10 évnyi kitartó és alázatos munkával Lilla elvégezte az artista képzőt, és 2011-ben már külföldi munkaszerződéssel kezdte meg csillogó cirkuszi karrierjét. Azonban egy végzetes napon, emberi hiba miatt, előadás közben a tartókötél kibomlott. Lilla és partnere 6 méter magasból zuhantak a mélybe. Futált az embernek, egy artistának a fején az, hogy élek, az, hogy épségben vagyok-e, az, hogy úristen, ezt mindenki látta. Oda a hátsó, a backstage részre vittek, és akkor az utánunk lévő számmal ment is tovább a műsor. Csak a bal lábam, semmi másom nem fájt, és akkor én ezt így próbáltam tartani is, így a saját kezemmel, mert úgy éreztem, mintha csak kifordult volna a térdem. Annyit kértem ott, akik ott így jöttek-mentek körülöttünk, hogy valaki tartsa a lábamat, mert hogy én már nem bírom tartani, de hogy senki nem mert hozzányúlni. És nem értettem, hogy miért, és az ott nagyon rossz volt, hogy kicsit úgy éltem meg, mintha nem akarnának segíteni. Miután utólag kiderült, hogy nyílt combcsontörésem volt, így már megértem abszolút. Fellépő ruhában voltunk, úgy is vittek be a kórházba, és akkor ott az egyik nővérke megjelent egy hatalmas ollóval, hogy akkor ő most levágja rólam a ruhát, és akkor kezdtem el sírni, hogy ne vágják le a ruhámat, mert akkor nekem nem lesz másik. És akkor mibe fogok majd fellépni? Egy pénteki napon műtöttek meg, ez biztos. Az ilyen szerda csütörtök nekem teljesen kiesett. Valószínűleg annyira be voltam gyógyszerezve, hogy teljesen el voltam kábítva, úgyhogy tényleg semmire nem emlékszem. A második műtét után láttam a lábamat. Úgy tudom megfogalmazni, tényleg, mintha egy ilyen cápatámadás ért volna inkább, mint hogy valamilyen törés. Lemez volt az egész combcsontomon, és akkor azt csavarozták be 14 helyen. Ott már inkább voltam kétségbeesve, hogy akkor innentől kezdve mi a következő lépés, mert akkor már ugye jobban tudatomnál voltam, mint az előtte lévő napokban, és hogy így teljesen nem tudtam mozgatni a lábamat semennyire. Mire én már kijöttem a kórházból, addigra tovább is költözött a cirkusz. Te valaha kerestél hibást? Megvan, hogy ki köthette azt a csomót, amelyik kibomlott. Ez egy nagyon nehéz ügy volt, évekig pereskedtünk is emiatt, de végül nem lehetett egyértelműen rá bizonyítani. Attól sem lett jobb, mert kijelöltem magamnak egy idézőjelben egy bűnöst. Attól függetlenül ugyanúgy ott feküdtem, és nem tudtam mozogni. Úgyhogy én azért ezt próbáltam minél hamarabb helyre tenni magamban, hogy ne haragudjak folyamatosan, mert az rajtam nem segít. Milyen volt az első találkozás itthon? Kiemelték a buszból, nem tudom, 41-nehány kilóval, egy szupermenes sapka a fején, egy hatalmas nagy gipszben, csontszoványan, vigyorogva fogta a sapkát, és mami megjöttem. Ott aztán mind a ketten, a férjem és én is fordultunk elő, nem is tudja, hogy mi zokogtunk. Bekerültél az itthoni rehabilitációba. Milyen volt az első találkozás az első orvossal, aki látta a műtétet? Ez az orvos mondta azt, hogy én ezt már nem tudom folytatni. Még csak nem is nekem címezve, hanem az asszisztensének. Ő kérdezte tőlem, hogy mit csinálok most. Mondtam neki, hogy hát most jelenleg diákmunkára tudok elmenni, mert visszavett ugye az artista képző még egy évre, és akkor mondta neki ez a főorvos, hogy hát ezt már úgysem fogom tudni csinálni. Az fontosabb volt, hogy bennem mi van. Hogy én ezt nem hagyom.